Mikor és mennyit igyon a kutya? Hát a mit igyon, az egyértelműen választ kaphat, vizet igyon. A kutyának sem alkoholos italok, sem cukrozott italok, sem széndioksziddal dúsított italok nem valók. A, a mennyit kérdéshez pedig annyit tudnék mondani, hogy igazából aki tápot és száraz tápot etett, annak azért nagyon fontos, hogy tudja, hogy nagyjából a táp mennyiségének a kétszeresét azért jó, ha megissza az állat vízből naponta. Van egy maximális érték is viszont, amit a kutya ihat, ez kb. 100 ml per testtömeg kilogramm, e fölött már azért mindenképpen kórosnak tekintjük a víz fogyasztását, tehát itt akkor állatoroshoz kell fordulni, hogyha állandóan iszik a kutya folyamatosan, és ennek következtében folyamatosan pisil. A ö, naponta legalább kétszer-háromszor vagy pedig folyamatosan biztosítsunk ö, vizet, ivóvizet a, a kutya számára. Télen és nyáron, nagy melegben és nagy hidegben ö, ügyeljünk arra, hogy ez mindig friss legyen. A télen, hogy ne fagyjon be, illetve ha befagyott, akkor cseréljük le. Nyáron pedig nagyon gyorsan ö, hát ö, olyan formában megváltozik, ami már nem jó a kutya szempontjából, tehát... Ö, cseréljük, tartsuk mindig frissen az ivóvizet. Ha lehet és tudunk rá hatni, akkor az ivóvíznek a hőmérsékletére is érdemes figyelni, annak legjobb, hogyha neutrális, tehát nagyjából körülbelül ilyen állott víz szoba hőmérséklet az, a, ami optimális a kutyának. A túl hideg, illetve a túl meleg az értelemszerűen nem különösebben jó, sőt károsnak is mondható.